Én azt gondolom, hogy azt kell ezeknek a mocskoknak, most már ugye látjuk, hogy összefonódtak, majd meglátjuk, mit válaszolnak a kérdéseinkre, megérteniük, hogy mi nem adjuk a házainkat. Nem adjuk a földünket, nem adjuk a hazánkat, és akinek nem tetszik, az húzzon el innen, mindegy. És akinek ez ingyen, az nagyon gyorsan vegye magára, pakoljon össze, és menjen a retkes picsába. Hajrá, köszönöm! Valaki esetleg gömbiben vagy azon kívül? Ja, azt felejtettük el tegnap mondani a Lisszával, hogy jöttünk a körúton a hatossal. Még vakarták az egyik barnára ragasztott, képzeljétek el a cellupszot, még tegnap is kaparták. Nagyon helyes. Jól oda tettük, gyerekek, hát nem probléma ez. Ez a széles ragasztó jobban ragasztott, és ha ez egy kicsit segítve, akkor nem tudják összesen. Egyszerűbb lett volna, ha kalapáccsal kérik be, ugye akkor nem kell vakargatni. Igen, az jobb a fa, amikor az öltönyös nyakkendős izék kimennek oda, és akkor vakargatják. Minden a másik felén megragadják. Megrakjuk rá, és elmondjuk nekik, hogy a múlt héten ezt a hajléktalanok csinálták. Debrecenben bűnügyi helyszínen őket küldtek ki a CIP bankhoz, fotóztak, addig mindenki elment mellette, amikor megjelentek, elkezdték olvasni az emberek. Köszönjük a rendőröknek a reklámot. Igen, ez jó pofa, amikor bűnügyi helyszín lesz egy ilyen, és amikor kirabolnak valakit, az még nem bűnügyi helyszín. Tehát ezen még azért rendet kell tennünk ebben az országban, ez így megy. Most itt is rendet fogunk tenni, összeszedjük a cuccot. Az a kérdés, ha valaki talál saját cuccát, azt vigye haza. Aki nem fogja találni a cuccát, én amit nem tudom, hogy ki, azt le fogom fényképezni, fölteszem, és várom majd a jelentkezőket, és én pedig a kék hálózsákomat keresem valakit. Nem nálatok, valakinek odaadtam a kezébe, hogy legyél ebbe a Cilege utcán, és majd adod a... Cilegeznek már egy vitte, akkor, amikor lement az oktogóra, vitte a sátorot, meg elvitte a... Akkor a hálózsákot valószínűleg nem adta oda, és mi majd, amikor itt végeztünk, lemegyünk a Moszkvára, tehát aki esetleg úgy gondolja, hogy megnézni őket, akkor ott egy kicsit köszönjünk be. Elvileg déltől nincs parkolós idő, de majd nézzétek meg, hogy milyen helyzet. Egy kicsit ott beszélgessünk tovább, aztán utána kicsit pihenjünk rá, és a következő nagy akció, ha jól tudjuk, akkor péntek. Osztrák nagykövetség.